A klub történetének első külföldi edzőtáborán van túl a Kisvárda Mastergood, 24 játékos és a hétfős szakmai stáb 10 napot töltött a törökországi Antáliában. A játékosok az edzések mellett 4 felkészülési meccsen is pályára léptek. A japán FC Vész ellen 4-0-ra, a német negyedosztályban szereplő VfB Auerbach ellen 1-0-ra győztek a vádaiak. A tadzsik bajnok FC Istiklolt 3-1-re, a több válogatottal felálló kazak FC Tobolt pedig 1-0-ra verte az NB2-es magyar együttes, amely így hibátlan mérleggel zárta a török túrát. A mostani együttesünk nem 10-20%-a, hanem talán 50-60%-a erősebb, mint az őszi volt, ugyanis a rendszerünk is, illetve a játék stílusunk is sokkal másabb lesz, dinamikusabbak lettünk, többet tudunk futni, magassági fölényünk is nagy mértékben változott. Ha most kezdődne a szezon, én lényegesen merészebb célokat tudnék meghatározni az együttesnek. Ugyanakkor most sem vagyunk még semmivel elkésve, tudjuk jó, hogy a riválisok is nagyon-nagyon nagy mértékben erősítettek, mert senki nem akar kiesni. És én azt érzem, hogy ezzel a csapattal nem lesz félnivalónk e tekintetben, annál inkább fogalmazhatunk meg merészebb célokat is majd a tavasz során. A szakmai igazgató szerint az edzőtáborban mutatott teljesítményük alapján a télen igazolt játékosok abszolút erősítés jelentenek a csapat számára. A kapussal, a Ribánszkival, ezt bátran mondhatom, nagyon nagyot erősödtünk. A belső védelemben most a Kardos Norbi térszak szakadása miatt igazolnunk kellett a Papucsek Barnát, ő emberileg is, azt gondolom a játékrendszerünk figyelmevételő is nagyon nagy segítségünk lesz. A középpályára Békés Csabára hoztuk a Bagi Pistát, aki borzasztó munkabírású. Eddig sem futottunk keveset, de a Pista többet futott a statisztikák alapján, bármik csapattársától. Ővele nagyon nagy mértékben fogunk erősödni, a feljátéka is azért szintén sokat nyomott alatba, és a támadósorba pedig igazoltuk a Délceget, aki most már kezdi a formáját visszanyerni, az elmúlt fél év során azért a Honvédban nem sok lehetőséget kapott, talán 5-6 mérkőzést, és ennek az erőnléti hiánya azért érződik. A Kisvárda Mastergood szerdán 2 meccset is játszik, a keret egyik fele 15 órától a szlovákiai Nagygéres, a másik pedig 17 órától a romániai Nagybánya ellen lép pályára. Szombaton a Szatmár Németi ellen tartja a bajnoki főpróbát a várdai csapat, amely február 20-án Csákváron kezdi a tavaszi szezont.